A Hajdúbihari Napló és a Hajdú Online 2017-ben is kereste a megye legjobb és legnépszerűbb sportolóit. Ez év január elején az olvasók és a szakmai zsűri döntése alapján kihirdették a győzteseket, akik a munkájuk elismeréséért járó díjat Papp Lászlótól, Debrecenváros polgármesterétől vehették át. A sportnál nagyobb integráló erővel rendelkező terület az életnek szinte nincs is. Lelkesedés, egy város életében a sportsikerek óriási lehetőséget rejtenek magukban. Ez úgy néz ki ez a szavazás, hogy ugye van egy közönségszavazós része, és van egy szakmai zsűri által választott évsportolója. A szakmai zsűrit ezúttal is a Napló sportrovata képezte. A közönségszavazás pedig több körben zajlott. Először volt egy 10-es lista, amelyet ki lehetett egészíteni a olvasók által javasolt sportolókkal, és amikor megvolt az a nagy kalap, akkor onnan lehetett szavazni, és aki a legtöbbet kapta, nyilván az lett a legnépszerűbb ebben az évben. De az év legnépszerűbb férfi sportolója Bojtól László lett, a Hajdú Rendészeti Sport Egyesület futója. Milyen érzés volt maga azt, hogy megtudtad, hogy te lettél a legnépszerűbb sportoló? Nagyon jó érzés ez számomra. Nagyon meglepődtem, hogy engem választottak, és hogy ilyen sokan szavaztak rám, hogy én legyek az év férfi sportolója. Eddig sokat álmodoztam erről, hogy szeretném ezt elérni, és most ez meg is valósult, megnyertem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm azoknak, akik rám szavaztak, nagyon örültem. Mit jelent számára az, hogy sikert sportolóként ilyen eredményt ért el? És úgy gondolom, hogy amilyen célt ezt én kitűzök magamnak, azt meg tudom valósítani, úgy gondolom, hogy fontosak a lány. Az év utánpótlás férfi sportolója, Fekete Gergő DVS a vízilabdázó. Nagyon meglepődtem igazából, nagyon felemelő érzés volt, ahogy ezt a díjat én nyerhettem. Ugye ezzel, hogy ez most segített is átlendülni valamilyen szinten a holdponton, mert egy holdponton mentem keresztül ugye. A sérülésben most értem vissza, ez számomra egy nagyon nehéz időszak volt, és ez a díj mindenképpen erőt adott ahhoz, hogy folytassam, úgymond, még erősebben és még kitartóbban ezt az utat. Az év legnépszerűbb utánpótlás női sportolója, a szurkolók kitartanak Tóvízi Petra mellett a Debreceni TV Mi az, amire nagyon készülsz? Itt lesz Debrecenben a VB, a világbajnokság, június-júliusban, és azon szeretnék részt venni, és hogy minél jobb, és ott is minél szebb eredményeket elérni. Az ünnepélyes ceremónia itt véget ért, szívből gratulálunk minden díjazottnak. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára.